is, buddy! Bácsi! Bácsi! Nem Laci Pópa, hanem Vászira atya. Hogy én sem vagyok Sanyika, úgyhogy maga mondogatja, hogy Sanyika, Sanyika, hanem Alexandru vagyok! Na ide, figyelj, Sanyika! De Roma! Hát azt hiszi. Tök mindent, hogy hol vagy, azt akkor abba kell. Jó. Előtte nyugodtan, annyi bácsit, madácsit. Ez a 18-19-es nagyon borzasztó sűrű fél év, ami történik Erdélyben, amit mi tulajdonképpen azt hiszem gyűjtőnéven Trianonként szoktunk emlegetni, ez van a dolog hátterében, illetve egyben a fókuszában is, hiszen egy kis közösségen keresztül érzékeljük ennek az egész történelmi viharnak a hatásait, vagy a létét. Már jönnek a hidegek, a nagy orosz hidegek, és hát a hűtés, mint olyan, mint ma is, ezt tudjuk, hogy azért a drága dolog tud. De... Nem érdekel, voltam. Jó van, bácsi, figyelj! De anyuka! Kori, gyerünk! Kori, Jeruzsálemot! Fosztó képzős figura. Hontalan és otthontalan és világtalan, és azt nem mondanám, hogy fogalmatlan ember. Bácsinak hívják. Nem tudjuk honnan jön, nem tudjuk hova megy, kicsit Krisztus-szerű, titokzatos figura. Ebben a pillanatban szerintem még a szerző és a rendező tud többet róla, de az a célom, hogy december közepére már én tudjak többet. Egyelőre sokat titok, de ezt nagyon élvezem. Ez jó! Ön mi meg itt a spanyol tudom? Ez igazgató. A kocsma egyik lakóját alakítom. Sporit. És egy-két kocsmában megfordultam már az életem során. Nem tudom, hogy azokból meritek-e, akiket ott láttam, de van egy-két arc a fejemben, akik tényleg ilyen életvitelszerűen éltek egy-egy ilyen intézményben. Kály, hokati kezébe! Ez a tiéd is? Vak is vagyok! Ne, jó van, fiam! Egy nemzeti hős vagy, Doma Sándor. Alexandrúan tetszik. Magyarországon élő emberek kollektív tudatalattiába Trianon soha nem lett földolgozva, vagy valami sehova nem vezető siránkozás és nosztalgia övezi, vagy közöny, miközben azért mégiscsak széttéptek egy országot. Le is tanulsz, de nincs is iskola. Nem tudja, be van zárva az összes katinék. Nem tudtad, hogy vagyok ott? De most? Misi. Én fölhasogattam ezt a kószerájat, odahagytam az ördögnek. Csemegézzel van. Kály Hakati egy helyi kurázsi mama, tulajdonképpen. Hát egy nagyon markáns asszony, ha nem is markotányos nő, ugye kocsmája van, és a darabban is elhangzik, hogy hát Kály Hakati az Isten. Hát azt mondja, nem is az Isten, de nyilván egy olyan központi figurája ennek a helyi közösségnek, aki egyben szereti is a kezében tartani a dolgokat, hogy mindenre rálátása legyen.